Ahogy arról már néhány hete beszámoltunk, április végére egy közepes szintű aszály alakult ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az azóta eltelt időszakban valamivel javult a helyzet, a múlt hétvégén 16 mm csapadék hullott a felső Tisza hazai vízgyűjtőjén, és ennél is több, 20-30 mm a külföldi területen, Romániában és Kárpátalján. Ez a csapadék ahhoz kevés volt, hogy vízszintemelkedést okozzon, viszont segített az aszályhelyzeten, a felszíni talajnedvességet javította, tehát ez azt jelenti, hogy nincs közvetlen aszályhelyzet a talaj felső régiójában, tehát a felső 40-60 centi átnedvesedett, a talajnedvesség javult, ez gyakorlatilag egy öntözésnek felelt meg, viszont nem javult a helyzet globálisan. Ez azt jelenti, hogy a talajvízszint továbbra is nagyon alacsonyan van, tehát mintegy 5 méter átlagosan a földfelszíntől. Ez az átlagtól egy 2 méterrel lejjebb van, azt jelenti, illetve ebből a csapadékból nem sikerült tölteni a tározókat, hiszen így is, ami esett, göngyölítve a májusi átlagtól még mindig mintegy 20 mm-rel kevesebb. Mivel az előző évek is aszályosak voltak, az elmúlt 2-3 évet tekintve már mintegy 170 mm a csapadék hiány mértéke. A talaj vízhiány tehát nem változott, tette hozzá a szakember. A vízügyi igazgatóság különféle vízvisszatartási intézkedésekkel próbálja orvosolni a helyzetet a Tisza, Szamos közben és a Beregben is. A zsilipek zárva vannak, vizet pótoltunk a Csarondából, illetve van egy a rétközi tónál egy szivattyús vízpótló állomásunk, ahol a Tiszából vizet tudunk átemelni a vízhálózatba, és javítjuk a csatornák vízellátottságát. De ez nem tudja megoldani a helyzetet teljes körűen. Továbbra is 4 tározunk teljesen üres víztározó, a Rohodi, Pazarnyi, Szamosmenti és Harangodi tározó, ebből a 3 a nyírségben van, tehát a nyírségben jelentős a vízhiány továbbra is. Összességében elmondható, hogy csak általánosan és átmenetileg javult a helyzet. Ahhoz, hogy ez globálisan is elmondható legyen, több és intenzívebb csapadékra lenne szükség. A téli időszakokban pedig jelentősebb hóvízkészletre és hóvastagságra, hiszen csak így tudna visszaemelkedni a talajvízszint az átlag körüli szintre. Némi reményre ad okot, hogy a következő napokban újabb eső várható, ami mérsékelheti az aszályt és esélyt adhat a feti vízik számára, hogy ahol tudja, javítsa a vízpótlási feladatait.